Holnap reggel 9-kor elrajtol az 56. kékszalag vitorlásverseny a Balatonon. Ezzel ugye egész héten foglalkozunk. A több száz hajóból álló mezőny a Balatonfüred előtti vízterületről vág neki a több mint 150 kilométeres távnak. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő versenyén, ami túraverseny, ez nagyon fontos, Balatonkenese, Siófok és Keszthely érintésével kell visszatérniük a hajóknak Balatonfüredre 48 órás limit időn belül. A verseny többnapos fesztivál keretében rendezik meg a szervezők, a helyszínről pedig Herendi Gábor jelentkezett a különböző részletekkel. Ez jön most. Szervusz Gábor, jó reggelt kívánok! Balatonfüreden vagyunk, a Magyar Vitorlás Szövetség központjában, a Kék Szalagportban. Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára el mellettem. Hát a vitorlások úgy szoktak egymásnak köszönni, hogy jó szelet. Mindössze néhány óra van hátra az 56. Kék Szalag elrajtolásáig. Most mit tudunk erről, milyen szél várható, mik a kilátások? Igen, jelen pillanatban úgy látjuk, hogy holnap egészen élénk északnyugati szélben rajtol majd el a mezőny, aztán a nap folyamán picit gyengül, illetve észak-keletire fordul a szél, de gyakorlatilag az egész verseny ideje alatt vitorlázható jó szelet jósol a meteorológia, úgyhogy bízunk benne, hogy a mezőny nagy része be is fut az 56. Kék Szalag Raiffeisen nagy díjon. Ugye esélylatogatásban nehéz belemenni, hiszen tényleg változik a szél, meg a taktika, meg nagyon sok minden nem múlik, de melyek azok a hajók, vagy hogy néz ki most a nevezés alapján, hogy kik azok, akik mondjuk esélyesek lehetnek az első 10-ben mondjuk? Igen, nevezni ma este 20 óráig lehet itt a Kék Szalagportban, még végleges számot nem tudunk mondani, de 500-550 hajót várunk az idei Kék Szalagra is. Nagyon bízunk benne, hogy akár 550-nél több egység is rajthoz áll, ez mintegy 2800 sportolót jelent összességében, úgyhogy egy igen nagy eseményről van szó. Az esélyesek az idei évben is az abszolút győzelemre a katamaránok. Úgy látjuk, hogy egy picit előrébb lépett és még fejlesztett a 50-50, úgyhogy nagyobb széltartományban esélyes a hajó. Hogyha gyenge szél van, 5 csomó alatti szél, akkor pedig a többiek is megszorongathatják, tehát ott egy kicsit úgy érezzük, hogy nyílt a verseny, hogyha stabil kifújt szél van, akkor a 50-nek van a legnagyobb esélye arra, hogy technikai hiba nélkül elhozhassa ismét a Kék Szalagot. Hát már hihetetlen rekord, 5 óra, nem emlékszem pontosan hány perc az eddigi rekord, ami egy fantasztikus eredmény. Túl lehet-e szárnyalni mondjuk egy foilos hajóval, vagy ahhoz már olyan szél kell, ami néha ritka? Igen, 5 óra, 3 perc, 56 másodperc, ugye a tavalyi rekord, fantasztikusan jó idő volt, keresztbe fújt a szél a Balatonra, tehát nagyon kevés manőverrel tudta megtenni a 50-50 a távot, ennek is köszönhető az, hogy ilyen elképesztő időeredményt ért el. Most az előrejelzések alapján rekorddöntés nem várható, bár nehéz ilyen találgatásokba belemenni. Lehet még ennél akár ezekkel a hajókkal is egy kicsit gyorsabban haladni, a folylosokkal pedig egyértelműen megdönthető ez a csúcs. Egyelőre az idei mezőnyben nem látunk olyan hajót, amely képes lenne arra, hogy meghaladja a 50-nek ezt a tavalyi eredményét. Ugye a Kék Szalag a Balaton egyik legrangosabb és legérdekesebb eseménye. Kicsit beszéljünk a múltról. Mennyire tradíció? Annyira tradíció, hogy a Kék Szalag Európa legöregebb tókerülő versenye. 1934-ben, azaz 90 évvel ezelőtt rajtolta az első Kék Szalag mezőny 22 egységgel. Most pedig, ahogy említettem, az átlag, az elmúlt 10 éves átlag az 555 hajó, úgyhogy nagyon-nagyon megnőtt az érdeklődés az esemény a verseny iránt. 56. Kék Szalagról beszélhetünk, ennek az az oka, hogy a háború folyamán egy pár év kimaradt, illetve a 2000-es évekig csak a páratlan évben rendezte a Vitorlás Szövetség a Kék Szalagot, majd ezt követően minden évben megrendezésre kerül az esemény. Ez egy technikai sport, ami folyamatosan fejlődik. Mennyire lehet ezt nyomon követni a Kék Szalag keretében? Abszolút, én azt gondolom, hogy aki egy kicsit figyeli akár az egytestű, akár a kéttestű hajókat, láthatók azok a fantasztikus innovációk, amelyeket akár magyar, hazai hajógyártók készítenek, hiszen mondjuk a 50-50 egy magyar tervezésű, magyar építésű hajó, és nagyon sok 8-10 méter körüli karbon egytestű vitorlás is épül hazánkban, amelyekkel elképesztő eredményeket tudnak elérni a sportolók. Amit nagyon fontos tudni, hogy körülbelül 28
28-30 hajóosztályban hirdetünk győztest a kékszallagon, tehát akik az abszolút elsőségre nem esélyesek, ők is megnyerhetik a kékszallagot a saját kategóriájukban, tehát a versenyen belül komoly verseny zajlik. A kékszallag limit ideje 48 óra, csütörtökön reggel 9-kor rajtolunk, és szombaton reggel 9-ig lehet érvényesen befutni a célba. Hogyha kevés a szél, akkor a kisebb túrahajóknak szüksége is van erre a 48 órára. Még annyit mondjunk el, hogy mára a kékszalag nem csak egy vitorlásverseny, hanem egy fesztivál is. Miért érdemes ide jönni? Igen, rendkívül fontos számunkra, hogy különböző társadalmi eseményeket, kulturális eseményeket szervezünk itt elsősorban Balatonfüreden a kékszalag ideje alatt. Minden nap, mai naptól kezdve egészen a szombati díjkiosztóig találhatnak gasztronómiai, illetve kulturális, illetve szórakoztató programokat. Lesznek zárt események, amelyekre csak meghívott vendégek érkezhetnek, ugyanakkor a város kékszallag kékbe öltözik, és a kékszallag fesztivált minden évben támogatja. Nagyon szépen köszönöm az információkat, én pedig azzal búcsúzom innét Balatonfüredről, hogy hallhatták, a kékszalag, a fesztivál és a verseny is nem csak a vitorlázóknak szól, hanem mindenkinek, ha tehetik, jöjjenek, a kékszalag fesztivál mindenkit vár.